Októbertől készül a 2017-es esztendő versenyeire Helebrant Máté, aki hazai környezetben és a tatai edzőtáborban gyűjtötte a kilométereket. A kétszeres olimpikon atléta a két ünnep között is tréningezett, az idei évben azonban még nem húzott gyaloglócipőt. Máté a tervek szerint a jövő hét elején kéthetes portugáliai edzőtáborba utazott volna, egyelőre azonban még az is kérdéses, hogy mikor folytathatja a felkészülést. Sajnos egy sérülés és a felkészülésemet az az ünnepek után összeszedtem egy kis ahilesz sérülést. Hát nem kicsit, most már kezd úgy tűnni, hogy egy kicsit komolyabb. Begyulladta a bal ahileszem, és emiatt vagyok kénytelen kiadni már több mint két hetet, és úgy látszik, hogy a jövő heti portugáliai edzőtábor is így, így elúszik. Hát most próbálunk megoldást találni rá. Már voltam egy-két orvosnál, de úgy tűnik, hogy hát nem javul a helyzet. Szóval az még még gyógyulgatok. Az már biztos, hogy Máti nem áll rajta szebruár végén a fedett pályás országos bajnokságon, és március elején a dudincei 50 km országos bajnokságon sem lesz ott a mezőnyben. Így a Békés Csabai Országos Bajnokság lesz az első versenyem, illetve utána rögtön megyünk majd Pagyabrádiba egy világkupára, és hát onnantól kezdve elindult meg a nyári versenysorozat, nagyon sok szuperligás hazai versenyem lesz, és a fő versenyem a Londonban megrendezésre kerülő felnőtt világbajnokság, ahol szerintem 50 kilométeren fogok indulni. Máté és edzője Pokrovenszki József az idei évet egyébként is az 50 kilométeres távra való felkészülésnek rendeli alá. A tervek szerint ugyanis a 2020-as Tokiói olimpián a hosszabbik távon indul majd a nyíregyházi gyalogló.